Csak idő kérdése volt, mikor pukkadt ki ez a lufi. Már régóta gyűltek a VR felhők Tóth Gabi és Krausz Gábor házassága felett, ezek voltak az árulkodó jelek. Egy ismerős kitálalt az egykori sztárpárról. Mint arról mi is beszámoltunk, augusztus elején először Krausz Gábor, majd Tóth Gabi is bejelentette, hogy 6 év után véget ért a házasságuk. Az okokról ugyan nem beszéltek, ám hamar kiderült, hogy a kapcsolatuk egy új románc miatt mehetett tönkre. A Fricska Tánc Együttes 29 éves táncosa, Papp Máté Bence hódította meg Gabi szívét, akivel az énekesnő egy ideje együtt dolgozik. A szerelmesek pedig ma már nem titkolják, hogy együtt vannak. Könnyen lehet azonban, hogy ez az új szerelem csak az utolsó csepp volt a pohárban. A korábban egymásért lángoló sztárpár szakítása sokakat érdekel, így többen elkezdték találgatni, mi miatt futhatott zátonyra a kapcsolatuk. Most összeállni látszanak a kirakós darabjai, Krausz Gábor már egy hónapja is érdekes posztot tett közzé. Az időhiány valójában a fontossági sorrend hiánya. A ma elmúlik, és egy nappal kevesebb időnk maradt hátra, ha eljön, amit már nem tudunk megúszni, és persze, van lelkiismeretünk, akkor nagyon fogjuk bánni az elszalasztott pillanatokat, napokat. Állt egy korábbi bejegyzésében, amelyhez Hanna Rózával közös képet csatolt. Ki másnak üzenhetne ilyet egy édesapa a kislányával, ha nem az anyukájának? Visszatekintve már ekkor is komoly gondok lehettek a házasságukban. A sztárséf egyébként sosem tagadta, hogy bajok vannak otthon, de úgy gondolta, együtt bármit megoldanak. Csak időkérdése volt, mikor pukkadt ki ez a lufi. Gabinak, amióta újra összeállt a zenekara a szülés után, kevesebb ideje maradt a családjára, mint ezt a férje szerette volna. Mindig az édesanyját hívta segítségül Hanna Róza mellé, hogy ő tudjon dolgozni, eleget tudjon tenni a felkéréseknek. Nem igazán mérlegelte, hogy kevesebbet kéne vállalnia, hogy balanszban tudja tartani a családját és a karrierét. Az egyéni turnéra is úgy utazott el a fricskás fiúkkal, hogy a férjét és a kislányukat itthon hagyta. Mesélte a Story magazinnak egy ismerősük. Gabi édesanyja Era egyébként egy időre a lányáikhoz is költözött az unokája születése után, hogy az előadó is tudjon pihenni. Ám a jelek szerint 3,5 év elteltével is nélkülözhetetlen maradt a nagymama segítsége. Nektek mi a véleményetek a történtekről? Írjátok meg kommentben. Iratkozz fel te is a csatornánkra, hogy ne maradj le a legfrissebb hírekről.